Jelenleg a villanyszerelők dolgoznak a múlt héten kiürített helyiségekben, egyedül az okmányiroda maradt a helyén. Egy esetben, amit már jelenleg tudunk, hogy jövő héten, 22-én, hétfőn nem lesz ügyfélfogadás az okmányirodában. Ennek az az oka, hogy az okmányiroda és a munkaterület között ki fognak alakítani egy irodát, egy kis irodát, és az ezzel kapcsolatos technikai feltételek biztosítása érdekében muszáj volt az okmányirodánkat bezárni. Kedden viszont pótolni fogjuk ezt az ügyfélfogadási időt, a kieső ügyfélfogadási időt. Az okmányirodában egy munkaállomással kevesebb fog működni, egy fotoboxot kiiktattunk azért, mert egyszerűen nem tudtuk elhelyezni már, de ezt nem fogják megérezni, munkaszervezéssel korrigálni fogjuk ezt a kis problémát is. Az ügyfélfogadás ezen kívül a megszokott rendben az épület másik szárnyában folyik. A szociális ügyintézéssel foglalkozó munkatársaim a hivatalvezető irodába költöztek be. Egy kicsit szűkösen vannak ugyan, de folyamatosan így tudjuk biztosítani az ügyfélfogadást. A tervek szerint szeptember elejére elkészülnek az átépítéssel, és Kiskörösön is megnyílhat a kormányablak. Az első kormányablakok 2011-ben kezdték meg működésüket a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban. Megnyitásuk 2014. februárjától folyamatosan történik, dinamikus fejlődés által biztosítva segítőkész ügyintézési lehetőséget. Az állampolgárok 338 féle ügykört intézhetnek hatékonyan, gyorsan, az egyablakos rendszernek köszönhetően.